Több szempontból is rendhagyó volt a nyíregyházi fedettpályás országos atlétikai bajnokság. Először rendezték vidéken a versenyt, először állhattak rajthoz idehaza csak a sporták számára készült csarnokban az atléták, és maga a létesítmény is a bajnoksággal esett át a tűzkerettségen. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a kétnapos versenyre, köztük volt természetesen az országos szövetség elnöke is, aki elismerően szólt a látottakról. Kicsit, mint az első bálozók, úgy érzem magam, mert azért volt szerencsém már jó néhány felett csarnokban a szerte a nagyvilágban megfordulni, de itthon még nem. És mondom ezt mind annak ellenére, hogy azért itt voltak felett pályás világversenyek, csak ugye ez egy más jellegű helyszín volt. Ez az első a létesítmény, ami az év 365 napjában az atlétikát szolgálja, illetve a magyar sportot. És ez nagyon jó érzés, mert ez ad egy megnyugvást, azt gondolom, nem csak nekünk, hanem a leginkább a versenyzőknek is, ez sokkal fontosabb, hiszen ide bármikor el tudnak jönni, ha rossz az idő, ha jó az idő, minden körülményre fel vannak készülve, és minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy magas szintű munkát, felkészülést és versenyeket tudjanak végezni a versenyzőink. Atlétikában a 2024-es olimpiáig egymás követik a világversenyek. Idén lesz szabadtéri világ és Európa bajnokság is, a szélkeresztben pedig már ott van a 2023-as budapesti VB. Én örülök neki, mert nincs üres járat, és a versenyzőink és mindenki, mi is rá vagyunk kényszerítve arra, hogy napra készek legyünk. Ez az év is fontos, ugye most már kifele jövünk ebből a Covid nevezetű borzalomból, korosztályos világversenyek lesznek, VB van, EB van, néhány hét múlva felettpályás világbajnokság, szóval mindenki megtalálja és meg tudja találni a lehetőségeit és a számításait, és aztán mondanám, hogy utána arccal a budapesti világbajnokság felé, de már most is arccal a budapesti világbajnokság felé vagyunk, és én azt látom, hogy a versenyzőink is, még mindenkinek ez a legfontosabb és ez a prioritás, és mindent ennek rendel alá. Gyulai Miklós elmondása szerint az elmúlt években 30%-kal nőtt az igazolt atléták száma. Bízik abban, hogy ez a folyamat nem áll meg, és a nyíregyházi létesítményhelyzetnek köszönhetően a szabolcsi megyeszékhelyen is egyre több fiatal választja majd a sportágat. A nyíregyházi atlétika az mindig Magyarország meghatározó, magyar atlétika meghatározója volt. Magas szinten korábban is kiváló versenyzők voltak, és jelenkorban is vannak olyan tehetségek és olyan atléták, akikre számítunk, és én bízom benne, hogy ez a szám ez majd nőni fog. Ilyen körülmények között ennek csak nőni szabad, csökkenni semmiképpen sem, és bízom benne, hogy a legjobbak, akik most ott vannak a legjobbak között, azok is eljutnak olyan magasságokig, amiket annak idején, esetleg a pályafutások elején célul tűztek ki. A nyíregyházi versenyzők közül jelenleg 5 tagjai a kiemelt atlétikai programnak. A magasugró Bakosi Péter, a súlylökő Tóth Balázs, a gyalogló Helebrant Máté, valamint a diszkoszvető Szikszai Róbert és Kerekes Dóra is azért dolgozik, hogy ott legyen a budapesti világbajnokságon.